Továbbra is nagy a migrációs nyomás Szerbián, amelyen keresztül most is rengeteg illegális bevándorló próbál bejutni az Európai Unióba. A balkáni útvonal egyik fontos állomása Belgrád, ahol gyülekeznek a migránsok, és eligazítást kapnak az embercsempészektől, akiknek több ezer eurót fizetnek. Rétvári Bence államtitkár a Kossuth Rádióban arra hívta fel a figyelmet, hogy Brüsszel további eurómilliókkal támogatná a migránsokat, ráadásul olyan pénzekkel, amiket az európai emberektől az európai fejlesztésekkel fejlesztésektől vennének el. Szinte csak telefonáló vagy telefonját nyomkodó migránst lehet látni a szerb fővárosban. Nem véletlenül az embercsempészek ilyenkor adják nekik az utasításokat. A helyiek szerint Belgrádban már sosem fordul elő, hogy ne lennének migránsok az utcákon és a tereken. De én a migranatot... Itt ők dominálnak, nem szívesen járnék az itteni egyetemre. Félteném a biztonságomat és az értékeimet is miattuk, mondta egy belgrádi lány. Az illegális bevándorlókat az sem zavarja, hogy a környéken állandó a rendőr jelenlét. Sokan vásárolnak, többnyire új mobiltelefonokat. Az M1 stábjának többször úgy nyilatkoztak, minden esetben az embercsempészekkel egyeztetnek, akiknek akár 6-7 eurót is kifizetnek az illegális határátlépési kísérletért. Azt is mondták, Szerbia csak egy állomása, honnan tovább indulnak. Igaz, egyre többen vannak azok is, akik maradnának. Szerbia egy csodálatos ország. Én Bangladesből jöttem ide. Itt nagyon szép a természet, és az emberek is kedvesek. Lehet, itt is maradok. Fogalmazott ez a migráns. A legtöbben jelenleg azt tervezik, hogy Bosnia-Hercegovina felé indulnak tovább. Onnan pedig az Európai Unió határai felé folytatják az utat. Át is csoportosítanák a különböző kohéziós és belügyi alapok pénzének egy jó részét a migráció céljaira, hogy ezzel segítsenek az illegális migránsoknak az Európába érkezésre. Brüsszel az európai emberek pénzéből támogatna az illegális migránsok betelepítését. Erről a belügyminisztérium parlamenti államtitkára beszélt a Kossuth Rádióban. Rétvári Bence azt mondta, az Európai Bizottság azokból az EU-s forrásokból folytatna televíziós kampányokat, építetne migránsgettókat, vagy nyújtana segítséget a migránsoknak az unióba jutáshoz, amelyek az uniós tagországok fejlődését szolgálnák. Az, ami eddig mehetett volna mondjuk kórházfejlesztésre, szociális otthonfejlesztésre, vállalkozástámogatásra, autópályépítésre, azoknak a pénzeknek egy részét onnan kiveszik, ebbe a migránsokat segítő alapról berakják, és az európai rászorulók, az európai betegek, az európai gyerekek, az európai infrastruktúra helyett ezt az illegális migránsok európai megjelenésének támogatására, szponzorlására fordítanák. Tehát pont a, a rászorulóktól vennének el az unióban, és azt adnák oda az illegális migránsoknak, az államtitkár azt is hozzátette, a brüsszeli tervezet szerint Magyarországon kellene az illegális migránsok kérelmeinek csak nem 30%-át elbírálni, ami azt jelenteni, hogy migránsgettók jönnének létre a magyar határnál. A kormány azonban ezt elutasítja.